köszönöm a kiváló konfot, tök jó, tényleg meg van jelölve, ahol kell állni. Igen, Veres Szent Rejdének András vagyok. Itt van egy újabb aliaszom, a Helyen Antalötös Viktor Sándor Antal, és igazából, nem tudom, tegye fel a kezét, aki júniusban itt volt az előadásomon. Oké, okay, ezen 15%. Jó, akkor erre elmondom, hogy tényleg mi ez az SSTV. Van a sima TV, amikor képet távolítunk, képet továbbítunk távolra, és ehhez képest, ez mondjuk, tudjuk, most kapcsolták le 5 napja ezt az analóg műsorszórást, ott mondjuk egy ilyen PAL kép, az mondjuk egy ilyen 6-7 MHz sávszélességet igényel, hogy továbbítsuk. Ez baromi sok egy csomó célra, úgyhogy ezzel szemben van a Slow Scan Television, ami egyszerűen lassabban továbbítja a képet, cserébe sokkal kisebb sávszélességet igényel. Amit ma SSTV-nek nevezünk, az tipikusan olyan 2 kHz-nyi sávszélességbe belefér, tehát ez egy ilyen jó sok nagyságrendel kisebb. Amiért ez jó nekünk, mert 2 kHz az már gyakorlatilag mindenben elmegy, ami emberi hangra lett tervezve, mert az emberi hangra azt mondták, hogy 3-4 kHz-ben elfér, ha még a belehazudott plusz kHz-eket leveszünk róla, akkor mondjuk azt, hogy van 2 kHz-ünk, hogy biztosan belefér. Ez például egyébként jó arra, hogy egy telefonhálózaton továbbítsunk képeket, használták is a 70-es, 80-as években ilyenre, de ahol igazán ma is elterjedten használják, ez a rádióamatőrök. Rádióamatőr egy nagyon érdekes kifejezés, szerintem mindenki legalább hallotta. Én azt mondanám, hogy annyiból egy félre sikerült magyar kifejezés, mint az etikus hacker. Tehát, hogy az etikus hackernél is azt hiszik, hogy az etikus az a hackernek a jelzője, tehát nyilvánvalóan a tudását, eszközkészletét, ismereteit jelenti. És az amatőr is nyilván az amatőr az nem profi, annak olyan rossz eszközei vannak. Mind a kettőnél problémás, és valójában nem kéne a jelzőt ráérteni. Magyarországon az amatőr rádió szakember az annyit tesz, hogy bizonyos sávokat használhat cserébe, olyan privilégiumokat kap, amit senki más. Tehát mindenki másnak kötelező, bevizsgáltatott, nagyjárát előállított eszközöket használnia. Vannak emberek, akiket rádiomatőrnek hívnak, és nekik megengedik, hogy saját maguk állíthatnak össze rádiókat, és használhatják arra, hogy továbbítsanak dolgokat az éterbe, például képeket. Itt a háttérben például ezt a képet egy német amatőr küldte egy franciának, a hívójeleikről ismerhetők föl, és igazából nekem ez már akkor megtetszett, amikor elkezdtem ilyen amatőr tagfolyamra járni, hogy szerezzek egy ilyen vizsgát, mert szerintem képeket továbbítani nagy távolságra vicces, különösen ha ez nem kell központosított infrastruktúra. És egy idő után rájöttem, hogy nagyon rosszak a meglévő szoftverek, úgyhogy elkezdtem csak egy proof of conceptnek megírni, hogy tudok-e írni egy SSTV encoder. Tehát nem akartam egy dobozos terméket készíteni, csak úgy írjuk meg. Úgyhogy Pythonban írtam, mert abban egyszerű volt elkezdeni, ez lett a PySSTV, és utána, hát igazából most hát léptetek is egyet, utána egy srác elkezdett pull requesteket küldeni bele, ami annyiból furcsa, hogy ez azért nem egy ilyen mainstream dolog, tehát oké, hogy egy Rubis projektben az ember kap pull requesteket, egy SSTV-sben ki a fenét érdekel. És kiderült, hogy a srác egy olyan cégnél dolgozik, akik ilyen interaktív voice response dolgokat fejlesztek, tudod, mikor fölhívott és megmondja, hogy nyomja meg a 2-es gombot, és akkor hallgathatod a hölgyet. Na most ő fogta, beleintegrálta az én Pythonos kódomat, és innentől van ez az amerikai telefonszám, ezt hogyha fölhívjátok, akkor bemond egy ilyen általános szöveget az elején, majd fog és SSTV-ben leküld egy macskát. Képzeltétek, hogy neki külön van akkor egy backendről macskákat szedik? Igen, van ilyen webapi, amin macskának képeit lehet lekérni, tehát ezt tovább hív. Nagyon jó, tipikus például, hogy lehet kompozícióval jó szoftvert készíteni gyorsan. A háttérben a nagy kép az egy olyan, amit én így kaptam, tehát konkrétan fölhívtam otthon telefonról, oda tettem a géphez, mert számítógépen tök jól lehet free szoftverekkel dekódolni ilyesmit, és ez a kép jött le. Balról látható, hogy ezt egyébként az amatőrök is csinálják, tehát mint minden más kép továbbító technológiát, ezt is macskás képekre használják. Itt éppen egy holland amatőr próbál keresni veszettől, és ezt két macskával próbálja elérni. A másik projekt, amit bemutatnék ezzel a kapcsolatban, ez jelenleg már egy hónapja üzemel, ez egy CCTV kamerának az alaplapja. Floppy meghajtóból kiváló kameratartót lehet csinálni, ez egy nagyon jó tapasztalat, nagyon sok beszerezhető belőle ingyen. És erre ráraktam egy Raspberry Pi-t, arra egy Raspberry Pi kamerát, és ezzel gyakorlatilag sikerült elérni, hogy van egy Linuxos PC, ami tud képeket készíteni, innentől már csak a Pi SSTV-t kellett rárakni, összekötni egy rádióval, és jelenleg ez kint üzemel a Szentendrén az Artiszti Akadémián, és 15 percenként az általa készített tájképet leküldi a 70 centis amatőr sávban, tehát bárki, aki szerez egy ilyen rádiót, az meg tudja hallgatni. Ott van egy URL, ott van még több fotó, meg el lehet olvasni, hogy pontosan hogyan csináltam, mert ez azért több mint 5 perc.
hova lehet ebből tovább menni? De egyrészt van az amatőr TV, ami tényleg ez a 6-7 MHz-es kategória. Nyilván ehhez nagyobb teljesítményű adó, nagy antenna, nagy tápegység, mindenből nagyobb kell, de ugyanazokat az elveket itt is fel lehet használni. Ilyen például jelenleg a 3-as határhegyi toronyban működik amatőr TV adó. Tud egy kameráról képet küldeni, úgyhogy DTMF hangokkal, hogyha adsz neki egy másik sávon, akkor tudod forgatni a kamerát. Tehát 2-es az föl, 8-as az le. Ilyesmi. Illetve lehet rá fölküldeni egy másik sávon képjelet, és akkor azt adja tovább, tehát kvázi TV átjátszóként használható élőben. És hát végül szeretném a Hackerspace-t ismét egy kis PR-ban részesíteni, ugyanis ott tudtam egy csomó eszközt felhasználni, és vannak ott most rádiós projektek, vannak elektronikai projektek. Én nagyon szeretném, hogy bárkit érdekel az ilyesmi, akkor egyrészt kérdések szakaszban tud tőlem kérdezni, másrészt sör mellett, harmadrészt jön le egyszer a hackben, nézze meg, hogy mit csinálunk, és hát ha talál magának projektet. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Gazs. Úgy működik, amikor csak vonát keresel. Tehát megvalóban egy hullámhoz, vagy az, hogy tekelsz, és akkor egyszer csak találsz egy módszer képet valahol. A kérdés az volt, hogy hogyan találok ilyeneket. Jogos egyébként, de úgy néz ki, hogy az amatőr sávok azok ilyen nemzetközi mindenféle egyességek szerint ki vannak jelölve, és mindegyik sávra van egy sávterv, hogy melyik részen mit érdemes használni, már csak azért, hogy ne legyen káosz, és éppen ezért minden sávban ki van jelölve egy szakasz, ami ugye úgy szokták hívni ez a hívó frekvenciát, tehát amit érdemes hallgatni, vagy ahol érdemes adni. Tehát ezek ilyen találkozó pontok. Bárhol máshol is lehet találni, de ezeken a frekvenciákon ráhangol szinte mindig jön kép. Például Budapesten van egy SSTV átjátszó, 433-400 MHz-en, amit direkt azért raktak oda, mert az szépen itt logolja az ott megjelenő képeket, és amikor épp senki nem ad, akkor a legutóbbi 4 képet egy ilyen kis aranyos rácsba rendezve leadja újra. És akkor így, mivel az a hívófrekvencia, mindenki tudja, hogy itt érdemes hallgatni, például mivel van ez az átjátszó, ezért lehet is ott figyelni, hogy mondjuk teszteld a vevődet, ha nincs egy partner, aki adjon hozzá éppen adást. És a góce? Góce. Ez egyébként nagyjából érdekes kérdés, hogy van egy ilyen how-to, egy ilyen SSTV handbook, érdemes rákeresni, ingyen letölthető PDF, és abban írták, hogy ne adjunk olyan képet, ami zavarba hozhatja a másik felet. Ennek ellenére nem tudom, kit mi hoz zavarba, van, aki gond nélkül küldözgeti például Budapesten is a pucérnős képeit. Tudom, még mindig jobb, mint az alternatíva, de... Szóval igazából hivatalosan nincs tiltva, de előfordult, hogy Gócival találkozol. Kérdés még? Hátul. Az amatőr tanfolyamról szólt a kérdés, hogy ez micsoda. Ez arról szól, hogy bármelyik ilyen klubba vagy közösségbe, aki foglalkozik, ilyen elmész, akkor ott meg tudod tanulni, hogy mi az, ami szükséges ahhoz, hogy engedélyt szerezhess, mert ugye a rádiófrekvenciás spektrum az egy természeti erőforrás, e fölött Magyarországon az NMHH őrködik, és az NMHH az egyedüli szerv, aki engedélyt adhat erre, hogy valaki rádiózással foglalkozzon. Ők szerveznek vizsgákat minden hónapban, erre ingyen meg lehet szerezni utána az engedélyt, maga a vizsga kerül csak pénzbe, de ők nem szerveznek tanfolyamot, innentől kezdve valamilyen közösséghez el kell menned megtanulni azt az ismeretanyagot, ami a vizsga sikeres letételéhez szükséges. Meg lehet tanulni, van a neten egy csomó anyag, de sokkal egyszerűbb, ha van kitől kérdezni. Igen? Érzékeny adatok továbbítására ezt használni, de például lehetne arra használni, hogy az átlátszónak beküldeni titkos anyagokat, vagy bármi hasonlóra raktak el fölé titkosítást, vagy úgyis bemérik az adódat, és akkor megtalálnak. Kérdés, hogy lehet ezt érzékenyre használni. Most eleve egy első próbálkozás, tehát ismét ez a vonatkoztassunk el az amatőrtől, tehát simán a rádiózásban azt mondjuk, hogy régen rá is volt írva az ilyen katonai rádiókra, hogy az ellenség is hallja. Mindjárt az előlapra, hogy minden egyes használatnál tudatában legyen, hogy ez szétsugárzod a tér minden irányába. Amatőr sávon van egy olyan korlátozás, hogy nem használhatsz olyan titkosítást, amit nem, vagy kódolást, amit nem tud a hatóság megfejteni. Azon egyszerű okból, hogy ne kezdjék el használni bármi másra, ott vannak a egyéb sávok. ISM sávban, mint például a Wi-Fi is működik, vagy a PMR rádiók, abban aztán küldhetsz, amit akarsz, viszont
probléma az, hogy valóban be tudnak mérni. Tehát például az ilyen internettől időlegesen elvágott országokban, mint Szíriában, Egyiptomban is a rádióamatőrök nagyon fontos linkeket tartottak fönn, de nem nagyon merték sokáig csinálni, mert elég jól bemérhető egy rádiójel forrása, főleg minél magasabb a frekvencia, és utána nagyon jól lehet rá akár szolgálatokkal, akár ilyen tanknak a csövével rácélozni. Még kérdés? Sörrel. Sörrel, nagyon szívesen válaszolok mindenki kérdéseire.